Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó műsora. Új kötet a város zöld tüdejéről. Bemutatták Szemerédi Miklós, a Debreceni Nagyerdő és a Befogadott Közintézményei című könyvét. A Pro Urbe díjas egykori erdőmérnök posztumusz életműkötete a Debreceni Értéktárbizottság, a Nagyerdő Társaság és a város közreműködésével jelent meg. A bemutató alkalmával köszöntötték a Könyv Barátja hálózat két új tagját is. Több mint 150 oldalon fotók és térképek segítségével ismerheti meg a város tüdejét, a Nagyerdőt, aki kezébe veszi a Debreceni Nagyerdő és a Befogadott Közintézményei című kötetet. Szemerédi Miklós erdőmérnök posztumusz kiadásban megjelent könyve egyebek mellett foglalkozik az erdő jelentőségével, szerepével, illetve annak gazdasági hasznával is. Minden debreceninek melegen ajánlom, hogy olvasson bele, hiszen a Nagyerdőről mindenkinek van fogalma, mindenkinek vannak elképzelései, hogy mi is az a Nagyerdő, itt pedig találkozhat azzal a teljes történettel, találkozhat az egész Nagyerdővel, és találkozhat egy olyan erdésznek az életművével, aki tevőleges résztvevője is volt az erdő alakításának, hiszen egész munkássága a debreceni erdészethez kötötte. Pap József hozzátette, szerinte ez egy hiánypótló kötet, amely Debrecen zöld ékét és annak több évszázados történetét foglalja össze. Nem csak az erdészeknek szól, hanem a civiseknek és a civileknek is. Minden olyan debreceninek, aki ismeri az erdőt, minden olyan debreceninek, aki hallotta a nagy erdőt, minden olyan debreceninek, akinek valamiféle fogalma van arról, hogy mi is az, amit nagy erdőnek nevezünk, de úgy, ha önmagában néz, akkor rájön, hogy túl sok ismerete nincs, de ajánlani tudnám azoknak is, akik csak messziről ismerik ezt a várost, és csak hallottak a debreceni Nagyerdőről. A mű a város, a Nagyerdő Társaság és a Debreceni Értéktárbizottság közreműködésével született meg. Mazsu János, a bizottság elnöke a bemutatón elmondta, a szervezet úgynevezett zöld értéktár divíziója éppen azon értékek mentén működik, melyeket a most megjelent könyv is közvetít. A zöld értéktár azt jelenti, hogy külön hangsúllyal kezeljük mindazt, ami Debrecen közössége számára a természetben, természetvédelemben, azzal kapcsolatos hagyományokban, erdőhasználattal, vagy a határok használatával kapcsolatos hagyományokban fontos. Épp ezért fontos nekünk a Nagyerdő, a Nagyerdővel foglalkozó kötet. Az eseményen köszöntötték a Könyv Barátja hálózat két tagját, a Nagyerdő Társaságot és a bemutató helyszínéül szolgáló borozót is. A két új csatlakozó a közösséghez tartozás szimbólumaként könyvbarát matricát vehetett át. Az emblémát Puskás István alpolgármester adta át, aki hangsúlyozta, bízik abban, hogy ezek a jelek idővel egyre jobban elszaporodnak majd a városban, megmutatva, hogy milyen sokan gondolják azt, hasznos a hálózat tagjának lenni. Azt gondoljuk, hogy a könyv, az irodalom, az olvasás Debrecen identitásának alapvető eleme. A könyvbarátja hálózatot azért hívjuk életre, hogy együttműködésre serkentsük, további együttműködésre serkentsük azokat a szereplőket, melyek ezt a közös értéket vallják és működtetik és megélik a napi tevékenységük során. Tavasszal hívtuk életre a hálózatot, már több mint 25 tagja van. Reméljük, hogy ez folyamatosan fog bővülni, és abban bízunk, hogy a tagok az egymással való kapcsolattartásban, az egymástól inspirálódás révén, és természetesen az együttműködések révén fogják tovább éltetni és építeni a könyv, az irodalom és az olvasás kultúráját Debrecenben, és ezáltal a város közösségét. A kötet bekerült a Debreceni Értéktár honlapján található könyvtárba, így az érdeklődők nem csak bekötve, de akár elektronikus formában is elolvashatják. Kitüntették a debreceni történészt. A napokban jelentették be, hogy Orosz István professzor kapta a Kosári Domokos díjat. Az elismerést éppen egy évtizeddel ezelőtt a Kosári Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem jogelőd intézményének szenátusa alapította. Debrecen díszpolgáráról televíziónk portréfilmet készített korábban, a következő percekben ebből láthatnak részleteket.
Szabó István felterjesztett engem tanársegédnek. Ez 57 nyarán volt. De nem jött semmilyen válasz, és én elmentem tanítani Karcagra. Tehát ott kaptam egy középiskolai tanári állást, a menyasszonyom, már akkor menyasszonyom volt, meg a Kunmadarason, a szomszéd faluba kapott állást, és hát én elfoglaltam, őt az anyja nem engedte el Kunmadarasra, mert ott egy ilyen nagy orosz kilövő állás volt, meg repülőtér, meg minden egyéb. Úgyhogy én hozzákezdtem tanítani Karcagon. És akkor az intézetben adminisztrátor volt Halmai Jenőné. Most halt meg, nem olyan régen, nagyon kedves asszony volt. És szólt a menyasszonyomnak, hogy hát azt mondják itt a személyzeti osztályon, hogy a Pistának megjött a kinevezése. Hát miért nem foglalja el? Azt mondta a személyzeti osztályvezető, hogy ha nem jön itten októberben, nem foglalja el az állást, akkor visszaküldjük. Mire a felesége mondta, hogy na de hát erről a Pista nem tud egy árva szót se. Elrohant értem Karcagra, keresztül ott úgy laktam, hogy egy ilyen nádasba, tele békával, amiket ő nagyon utált, azon is keresztül mászott, hogy megmondja, hogy hát gyere, mert állítólag megvan a kinevezésen. Na most kiderült, hogy ez nem egy kinevezés, hanem egy ösztöndíjas állás, de hát mégiscsak az egyetemen ösztöndíjas állás. Én csapott papot hagyva Karcagon jöttem vissza. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy én nekem úgy kell egyetemi hallgatók előtt beszélni, hogy ne legyen előttem papír. Tehát ha én azt akarom, hogy azt megtanulják, amit én mondok, akkor nem lehet az, hogy én ezt papírból tudom, a hallgatónak meg szabadon kell előadni. Na most úgy tűnt, hogy ez hatott a hallgatókra. Tehát nem biztos, hogy én egy jó szónok voltam, de az, hogy odaálltam a 12-es tanterembe az asztal elé, és akkor elkezdtem beszélni, és két órán keresztül, vagy másfél órán keresztül folyamatosan beszéltem, évszámokat, neveket mondtam, ez nyilvánvalóan hatott a hallgatókra. A másik elvem az volt, hogy senki ne jöjjön órára hozzám, aki nem akar engem hallani. Na most ugye meg lehet csinálni azt, hogy azok is hallgassanak, akik nem akarnak, akkor mindig katalógust kell tartani. Én 55 év alatt, mióta ezen az egyetemen dolgozom, egyszer tartottam katalógust az 55 év alatt, akkor is azért, mert a dékán előírta, hogy már pedig kötelező ugye feljegyezni azokat, hogy kik voltak ott. És ráadásul utána mindenféle megjegyzéseket hallottam vissza az akkori dékántól, mert hogy elveszítettem ezt az egyetlen katalógus cédulát is, amit életemben eddig csináltam. Akit felülről jelöltek, azt közfelkiáltással dékánnál meg lehetett tenni. Egyetlen kívánságom volt, hogy én szeretném, hogyha én rólam szavazna a kari tanács. Elég buta kívánságnak tűnt akkor, hiszen összes elődömet közfelkiáltással vagy tudomásul vétellel szavazták meg. Én titkos szavazást kértem, megszavaztak, talán ketten nem szavaztak rám. Az egyik biztosan az volt, aki nagyon szerette volna, ha ő lett volna a dékán, és nem én, de ezen nem vesztünk össze. Úgyhogy így lettem én 80-ba a kar dékánja. És ekkor kezdődött az az időszak, hogy a kari tanács egyharmada hallgatókból tevődött össze. Hát egyrészt nagyon sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy a hallgatóknak semmi keresni valójuk nincs a kari tanácsba, éretlenek arra, hogy fontos kérdésekbe döntsenek. Hát ott személyi kérdésekről is volt szó, docensi kinevezések, előléptetések, egyetemi tanári kinevezések, egyebek, és hogy mi közük ehhez a hallgatóknak, úgyse tudják megítélni. Na most én akkor azért a hallgatók mellett álltam, és hát ezzel
jeles kari professzorok neheztelését vívtam ki, meg kell mondanom, akik hát ilyen régi módi professzorok voltak, és úgy gondolták, hogy nem feltétlenül van erre szükség. Meg kell mondanom, hogy az alatt a 6 év alatt, amíg én dékán voltam, az egyetemi hallgatók nagyon felelősen döntöttek, nagyon felelősen szólaltak meg a kari tanácsban, tehát én azt a elképzelést, hogy a hallgatóság ott legyen ezekben a szervezetekben, ezt én visszaigazolva láttam, hogy helyes az az elképzelésem, hogy ott legyenek. Közös múltunk nyomában. Június végén ezzel a címmel nyílt helytörténeti kiállítás a Pásti utcai ortodox zsinagógában. A tárlaton Debrecen építészetének kulturális lenyomatát lehet megismerni a mikrofilmtár gyűjteményén és a zsidó hitközség épületegységein keresztül. A kiállítás szeptember 22-ig látogatható. Az egykori Petőfi téri zsinagóga kerítése, valamint régi cívis épületek téglái és csempéi. Több mint 200 építészeti relikvián keresztül tárja elénk a tárlat Debrecen épített értékeit. A szervezők célja, hogy az érdeklődők különleges tárgyak és helyszínek segítségével megismerjék és megértsék a kortárs cívis építészetet. Nagyon fontos, hogy épített értékeinket is megmentsünk, bemutassuk, hisz ha körbenézünk itt a zsidó negyedbe, az ortodox udvarban láthatunk régi zsinagógát, láthatunk régi imatermet, és két nagyon különleges épületegységet is láthatunk, a régi vágodát, ami egy borzasztóan unikális dolog itt a környéken, talán már Európában se lehető fel ilyen, és egy régi mikvét, a rituális fürdőt, amit ugyancsak be fogunk mutatni most. A kiállítás anyaga az idén 100 éves építészeti archívumból származik. A helytörténeti bemutató a megyei építészkamara, a Debreceni Zsidó Hitközség, a Debreceni Zsidó Kulturális és Tudományos Kutatóintézet, valamint az önkormányzat együttműködésében valósult meg. A Városháza mikrofilmtárában összegyűjtött építészeti anyag kerül bemutatásra. Csupa olyan apró eleme a város múltjának, épített örökségének, amelyeket két lelkes helytörténész gyűjtött össze, Balog László és Horváth Péter, és gyakorlatilag ez a gyűjtemény kerül először most ilyen formában, ebben a teljességben a látogatók elé, és szerintem ez egy nagyon fontos kiállítás lesz, hiszen a városunk ma már láthatatlan építészeti múltját idézi meg számos izgalmasabbnál izgalmasabb részleten keresztül, és még egyszer egy olyan térben, ami megint csak egy nagy felfedezés lehet azoknak, akik erre még nem jártak. A zsinagógában megrendezett kiállításon cívis értékekkel, Debrecen építészetével és korabeli erekékkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Ezeket az építészeti archívum munkatársai gyűjtötték össze bontások, építkezések alkalmával. A város épített örökségének egy jelentős része a zsidó közösséghez kötődik. Itt a Pásti utcai zsinagóga és egyáltalán a zsidó negyed, a Balcsa-Zsilinszky Pásti utca környékén, de vannak olyan része is a zsidó közösség debreceni történetének, amelyek mára elpusztultak, ilyen az egykori Nagy Petőfi téri zsinagóga. A mostani kiállítás egyik nagyon izgalmas és fájdalmasan izgalmas eleme az, ahogyan az ma is álló és gyönyörűen felújított Pásti utcai zsinagógában vethetünk egy pillantást erre a ma már nem létező csodálatos épületre, és hát elgondolkozhatunk azon, hogy mi lenne, hogyha ez az épület még mindig itt állna Debrecenben. A megnyitón Horváth Péter és Balog László, az építészeti archívum munkatársai bemutatták az általuk kifejlesztett térinformatikai adatbázist. Ez egy olyan program, amelynek segítségével több korabeli Debrecen térképet vetítenek egymásra, ezzel szemléltetve, hogyan változott a cívisváros építészeti öröksége. A mi programunknak, projektunknak a célja az, hogy bemutassa a Debrecen város település történeti fejlődését, az utcák változását, az épületek változását egymáshoz viszonyítva, és a térképek segítségével bemutatni ezeknek a változásait. A kiállításhoz kapcsolódva úgynevezett nyitott délutánokat is tartanak a szervezők, amelyeken egyebek mellett tárlatvezetés, előadás és kerekasztal beszélgetés is várja az érdeklődőket.
Ma már a város egyik nyüzsgő, forgalmas lakóövezete a Laktanya utca. Egykor azonban egy császári és királyi laktanyának adott otthont a szomszédos Kassai úti kampusz. Területén 30 kisebb-nagyobb épület állt, jelentős részüket a háborús bombázások pusztították el. Folytatjuk a debreceni utcanevek eredetét kutató sorozatunkat. A Debreceni Egyetem Kassai úti kampuszán évtizedek óta képzik többek között a jövő informatikusait és jogászait. A modern épületek mellett több mint 100 éves létesítmények is húzódnak, amelyeket csak a 20. század vége óta használnak oktatási célokra. A mai kampusz területén eredetileg egy császári és királyi laktanya állt. Erről kapta a nevét a terület mellett húzódó utca is. Vilmos Huszár laktanyának is hívták egyébként, és ez, amikor teljes pompájában működött, akkor egy több mint 30 épület egységből álló komplexum volt. Hát sajnos ennek a sorsát is a II. Világháború pecsételte meg, majd utána következően természetesen a történelem is rajta hagyta a nyomát, úgyhogy a szovjet katonák a szovjet laktanya céljára vették igénybe. A II. Világháború során nagyon sok épület megrongálódott, el is tűnt a föld színéről, a szovjet katonák, illetve a szovjet laktanya pedig részben felújította, részben új épületeket emelt a régi Huszár laktanya helyére. A közös lovassági laktanya építésének gondolata az 1880-as években merült fel. Debrecen a 7. II. Vilmos német császár és porosz király huszárezred 6. lovas századának és tartalékkeretének befogadását vállalta. 1898 őszén kezdték el építeni a laktanyát, amit a következő év végén adtak át. A törzsépület jobb és bal oldalán húzták fel a tiszti, távolabb pedig az altiszti és legénységi épületeket. És nem csak szállásként szolgáltak ezek, hanem egy igazi laktanyához méltóan egyébként istállók, lovardák is voltak erre, illetve vívótermek, tekepálya is, úgyhogy egy picit utána nézzünk a történetnek, akkor ilyen nagyon érdekes közösségi helyeknek is helyet adtak ezek az épületek. Magyarországon a laktanyaépítési hullám az 1867-es kiegyezés után indult meg. Korábban a polgárok is részt vettek a katonák elszállásolásában. Ez alól Debrecen sem tett kivételt. A debreceni lakosság, illetve hát, hogyha más városról beszélünk, mindig az adott helyi lakosság fogadta be ezeket a katonákat. Tehát debreceni civil házakban is létezett olyan helység, hogy katonaszoba. Hogyha például visszagondolunk arra, hogy Simonyi óbester, amikor a Huszár ezredével Debrecenben állomásozott, akkor szintén a debreceniek fogadták be őket. Ma már nem csak a Laktanya utca emlékeztet bennünket az egykori katonai épület együttesre. Ha egy picit még itt a környéken egyébként barangolunk, akkor van itt olyan utca, hogy Pattantyús utca, van olyan utca is, hogy Tüzér utca. Úgyhogy ha egy picit így összeáll a kép, akkor még evidensebb, hogy itt valaha egy laktanya állt. A településkép mindössze néhány évtizeddel ezelőtt változott meg a környéken. Majd csak a II. Világháború után, tehát a 20. század közepétől kezdtek el kiépülni ezek az utcák. Egyébként előtte még ugye a 19. század második felében ezek ilyen majorsági területek, vagy majorsági földbirtokok voltak. Hát nyilván természetesen azért is épült ide a laktanya, hogy a városon kívüli területet foglalja el. A háborús bombázások miatt az egykori laktanya eredeti formáját és pompáját már csak a törzsépülettől jobbra elhelyezkedő épületcsoport őrzi. A mára ikonikussá vált lovarda is több mint 100 éves múltra tekint vissza, bár óriási változáson ment keresztül. A laktanya területén két fedett, illetve két nyitott lovarda is működött. A két nagyobb fedett lovardából a nagyobbik az leégett 1922-ben, a kisebbik megmaradt, és ezt alakította át a Debreceni Egyetem egy konferencia és kulturális központtá. A mai napig egyébként a nevében viseli, hogy lovarda, úgyhogy szerintem mindenki jól ismeri a városban. Az épület a 90-es évek második felében Kertai László Ybl-díjas építész tervei alapján újult meg. Hatalmas játszótérré alakult a Hortobágyi puszta. A következő hónapokat itt töltik azok a kis jószágok, amelyek a téli szállásokon születtek. Anyjuk mellett a pásztorok is nagyon figyelnek rájuk, hiszen valamennyien őshonos magyar háziállatok kicsinyei, ezért az eszmei értékük is nagy. A szürke marha gulyát és a híres hortobágyi ménest kerestük fel a pusztában. Háromszázötvenegy éve jött létre az első ménes Hortobágyon, mikor Debrecen városa ide költöztette lovait. A puszta most a magyar Nónius tenyésztés egyik központja, az idén született csikók is anyjuk mellett ugrándozva legelésznek. A találkozásuk a nagy pusztával sikeresen megtörtént, mondhatni, mielőtt kihajtottuk őket a legelőre,
bent az istállóban és a karámokban már kellőképpen megerősödtek ahhoz, hogy ide gond nélkül kikerüljenek. Nagyon megtetszett nekik a szabadság. Olyanok, mint a gyerekek, ha kis helyen van, már nagyon sokat rosszalkodnak és kevesebb problémával járnak, amikor kint vannak, kijátsszák magukat, aztán odabent csendesen elpihennek. A következő hónapok tanulással, felfedezéssel telnek a csikók számára. Ez úgymond a kíváncsi korszak, amikor tapasztalnak és befogadóak, és ilyenkor ugye a fő feladatuk az, hogy játszanak egymással, birkózzanak, kergetőzzenek, illetve próbáljanak rengeteg érdekes dolgot ellesni, akár egymástól, akár az anyukájuktól. Ez a boldog időszak általában a csikóknak a 6-7 hónapos korukig tart. Szeptember vége, szeptember közepe időszak szokott lenni, amikor leválasztásra kerülnek. 3 évet betöltött csikók kerülnek be a központi mátai istállóba, a sportistállóba, és ott kezdődik meg a lovak kiképzése, tanítása, kipróbálása, ahol eldől, hogy ők akár a tenyészállatként, vagy pedig pusztakocsiba használati lóként, vagy csikós hátasnak, vagy a sportlovaknál pedig akár sportlóként, hogyha nóniuszról van szó, akkor pedig a fogadt sportban, akár a versenysportban is kipróbálásra kerülnek, és így találjuk meg mindegyiknek a kis saját útját, hasznosítását. A szürke marha gulyák is folyamatosan róják a pusztát. Amikor a jószág bent a telelőn megérzi ezt a zöld fűnek az illatát, akkor már bent egyébként adhatunk neki akármilyen lucernát, akkor is kifele bőg, és feltornyosulnak az ajtóhoz, úgyhogy ők valószínűleg, hogy ugyanolyan pontosan tudták, hogy mikor lesz a kihajtás, mint mink. A nyári melegben különösen figyelni kell a pirók, vagyis az idén született borjakra. Valamikor rásüt a nap és elalusznak. Úgyhogy a pásztornak azért illő körbe járni, ahol legelt, vagy most még azért ott kell állni a jószág mellett egy picit nagyobb figyelemmel, mert elaludnák a evési időszakot is, és mozgatni kell az anyja után. Van egy mozgás igény ennek a marhának, és az, hogy csak kimegy és itt a tanyát körbe rágja, az ugye a területnek sem jó. Hortobágyon fontos cél, hogy az utókornak is megőrizzék a legeltetéses pásztorkultúrát. Nem össze-vissza születnek az évben a borjak, hanem meghatározott rendje van neki. Ha megnézzük a mögöttem látható gulyát, akkor láthatjuk, hogy a borjak nagyjából azonos korúak, közöttük 2, maximum 2,5 hónap különbség van a születési idejükben. Ez azért nagyon fontos, hogy december elejétől január végéig, február közepéig megszülessenek a borjak, mert kihajtáskor így tudják az anyjukat követni a pusztán. Ezek a jószágok bizony napi 10-20 kilométert lesétálnak, mire azt a takarmánymennyiséget fölveszik, amire nekik naponta szükség van. A borjuknak azért erre erősnek kell lenni. Az őshonos jószágok az egész nyarat a pusztában töltik, ősszel hajtják be a csikókat és borjakat is a téli szálláshelyre, vagyis oda, ahol a világra jöttek. Ez volt a Cívis Értéktár. Új adással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk majd. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!